A jeli varázskert már most elbűvölő. A gróf Ambrózi Mégazi István alkotta arborétumot nem csak nyáron, hanem már kora tavasztól érdemes felkeresni. Ez a faj idén már februárban is kinyílt egy-egy virág, úgyhogy még hó is volt a bokrokon, úgyhogy valóban ő az elsők között van. Még a legutolsó rododendronfélék azok egészen június végig virítanak. De a legnagyobb tömegben május első-második hetében láthatunk itt virágzó cserjéket. A jeli arborétum nem csak havas szépében, azaz rododendronban gazdag, hanem különböző hagymás növényekben is. Tömegével nyílik a kertben a krókusz, megtalálható a kakas mandinkó, valamint az árnyékosabb helyeken még mindig virít a hóvirág és a tőzike is. A több mint 100 hektáros arborétumban a föld 10 tájegységének jellemző fáiból álló erdőrészlet sem csak nyáron nyújt élményt a látogatóknak. A kert fenntartója a Szombathelyi Erdészeti Ért és szeretné, ha kora tavasztól késő őszig tartana itt a szezon, ezért bővítik a turisztikai attrakciók körét. Hamarosan elkészül a kert alkotójáról elnevezett kilátó, a fejlesztésekről a cég erdőgazdálkodási igazgatója a Telezöld című magazinunkban beszélt. 20 méter magas fa szerkezetű kilátó, harangláb alakjával végül is a Vasmegyei falusi építészetre is utal valahol. A járó színnek a magasság az 15 méter, az átadását pedig 2015. május 5-én a jeli napi ünnepség keretében tervezzük. Újabb, több száz méteres szakasszal bővül majd a jeli varázskert akadálymentesített tanösvénye is. Az arborétum április első hétvégéjétől várja a látogatókat.